Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 22-én. Mielőtt elkezdeném a kártyák jelentését közölni veletek, van még egy hírem. A férjem dobos. Zenész, ő annak idején Salzburgban tanulta Mozarteumon, és ez az ő hivatása. Néhány évvel ezelőtt elkezdett ezzel a ritmussal gyógyítani. És ezt jó eredményekkel. És ez, amit én így szeretnék nektek mutatni, ez az ő zenéje, ő komponálta, az ő felvétele, és ez által szeretnék nektek egy új lehetőséget mutatni, a sámán dobosok gyógyító hatását. Így neveztem ezt a videót is, a sámán dobok gyógyító hatása, remény. Ezzel a videóval most mi a reményről beszélünk, és ezt szerettem volna most ajánlani nektek. A sámán dobok gyógyító hatása, remény. És most ez a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai? Mi foglalkoztatja őt? Mik a tervei? Erre megadja a választ ez az első kártya. Ez a kerék a sors kereke, és az pörög, az mozog. De ha félelmeink vannak, akkor nem megy tovább. De tudnunk kell, milyen irányba tegyünk lépéseket. Itt ezen a kártyán ez a hölgy látható, az ő szeme be van kötve. Ő nem látja. És pontosan ezek a gondolatai. A kártyáknak szimbolikus jelentése van, és mutatja, amin ő most elgondolkozik. Szeretne változásokat. Ő szeretne az ő élet útján egy új irányba mozdulni, de nem tudja, hogy melyik irány lenne előnyös számára. Nem tudja, hogy mi fog következni, mert nem lát. A szeme be van kötve. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ez a 10-es szám arra utal, hogy egy új kezdet következik, amit ő érez is. Ez a hölgy titeket mutat itt, és a kártya jelentése a 10 kehely, és az az ő érzelmeire mutat. Ő szeret titeket. Ti álltok itt a középpontban, és veletek szeretne egy új úton járni, egy új kezdetet, de még nem tudja, hogy milyen irányba fog ez történni. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a királynő a víz eleme felett uralkodik, ami az érzéseket mutatja, és ti vagytok itt a középpontban. Ő így lát titeket, és ezt mutatja is, vagy mond valamit, vagy közöl veletek valamit, és itt az érzésekről van szó. A napi kártya, ez a gyűrű, az lehet egy házasság. Amennyiben ő még házas, az jelentheti azt, hogy válásra kerül a sor, egy sors döntő fordulat, és egy új kezdet, egy új házasság. Vagy kaptok tőle ajándékba egy gyűrűt, az is lehet, hogy itt lesz egy házasság ajánlat, vagy egy fontos szerződés, ami mindkettőtöknek előnyös. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!